Az elmúlt években rendre szoros és izgalmas meccseket vívott egymással a két csapat, és ezúttal sem volt másként. Az első körben Mogyorósi Péter mindössze 3 fával maradt alul riválisával szemben, és mivel Szlovenszky Tibor sem tudott pontot szerezni, 2-0-ás hátrányba került a vendégcsapat. Középen a Szegő Finta párosból utóbbi begyűjtött a csapatpontot, így az utolsó körnek 3-1-es hazai vezetésnél vágtak neki a felek. A hátsó sorba ide-oda billent a mérleg nyerve a dobások tekintetében. Olyannyira, hogy az utolsó 40 dobásnál sikerült ledolgozni a hátrányunkat, és átvettük a vezetést a Hakker Kastura párosunk révén, és innentől kezdve abszolút nyílt volt a mérkőzés, de mégis a hazaiak egy újult erőre tudtak kapni, és az utolsó szedben nagyon elhúztak, és így alakulhatott ki, hogy 6-2-es vereség lett a vége, de hozzáteszem, hogy a 3295 fás teljesítményünkkel az elmúlt 5 hazai meccsükön 3-szor mi diadalmaskodtak volna, úgyhogy ez is jelzi azt, hogy ez mindenképpen számukra is egy rangadóval ért fel, és mennyire izgalmas volt ez a mérkőzés. A bajnokság felénél a Szeged áll a tabella élén 22 ponttal, megelőzve a 20 pontos Népcelakot és a 17 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 6 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A megszerezhető pontokat sikerült, még ha nem azokon a meccseken is megszerezni, amiket terveztünk. Ez a budapesti erőmű elleni vereség egy kicsit rosszul esett, mert tényleg azt lehet mondani, itt a szezon végére, a fél szezon végére lendületbe jött a csapat, és abszolút azt lehet mondani, hogy sok minden szólt mellettünk, de mint tudjuk, minden egyes mérkőzés más és más. Benne volt abszolút a győzelem és a döntetlen is ebben a mérkőzésben, de most azt lehet mondani, hogy a 6 ponttal jelenleg a 9. helyen fogunk posztolni a téli szünetre, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen egy jó helyezés, annak tekintetében főleg, hogy a hátsó két kieső pontokkal jóval le vannak tőlünk maradva, a szettarányról nem is beszélve. Mivel a bajnokság január közepén folytatódik, a nyíregyházi játékosok nem állnak le az edzésekkel. A csapat a közvetlen riválisait hazai környezetben fogadja, így fintáig tavasszal szeretnének előrelépni a tabellán.